Látogató központot avattak a borsodi sörgyárban. Betekintés a sörfőzés rejtelmeibe. Átadták az összetartozás jelképét, a nyakkendőt. Szényei majálist rendeztek a híres festő emlékére. Szárd dalok a tarcali hangversenyen. Szardiniából érkezett kórus a hatputtonyos borfaluba. Évet értékeltek a miskolci törvényszéken. Összbírói értekezletet tartottak a bíróság dolgozóinak. Üdvözlöm a Globa Televízió nézőit! Különleges műsorral készültek a hastáncosok Budapesten a Lali Bella étteremben, azért, hogy jótékonysági estet adjanak a rászoruló afrikai gyerekek részére. Ez már a 16. alkalom, hogy az ország legprofibb hastáncosai jótékonysági gálát rendeznek. Az est bevételét a bamakói sérült gyerekek fogják majd megkapni. Csak nem 500 művész és táncos lépett fel a budapesti székhelyű etióp étteremben, a Lali Bellában. A Lali Bella etióp étteremben vagyunk. Balogh Cecília 16. alkalommal tart egy jótékonysági gálát havi rendszerességgel a bamakói fogyatékos gyerekek megsegítésére. Az esten általában hastáncosok lépnek fel, de most már énekesek, gyerekhastáncosok is szerepelnek. A szereplők köre folyamatosan bővül, és az érdeklődők száma is. Én azt hiszem, hogy most 100 körül van a nézők száma. Még ilyen sok soha nem volt. Bővül a fellépők száma is, és az érdeklődők is egyre többen vannak. A táncosok arról beszéltek stábunknak, hogy szívesen jönnek fellépni egy-egy jótékonysági gálán. Tőlem egy utcai sábit láthattatok, ami az araboknál egy utcai hastáncnak felel meg. Ez mindig egy nagyon vidám számot takar, és az onnan ered, hogy az arabok jellemzően sokkal lazábbak, és nem csak a táncos nők állnak föl a kedvenc számukra csak úgy táncikálni, hanem az utca népe, aki mondjuk soha nem tanult táncolni, ő is sokkal lazábban áll föl, míg hogyha nálunk megszólal a magyar népzene, szerintem aki nem magyar néptáncos, az annyira nem mer kicsit gátlásosabb így felállni. Táncolni az araboknál ez teljesen máshogy van. Ebből az utcai sábiból is ez egy modernebb verzió volt, azért van rajtam farmer, és azért van rajtam teljesen utcai ruha. Mi rendszeresen eljárunk ide a Balogh Cecília által szervezett rendezvényekre, és rendszeresen fellépünk. Egyrészt azért, mert jótékonykodni jó, de ez így elcsépelten hangzik. Itt azért jó lenni, mert tudjuk, hogy a Cili tényleg olyanoknak adja, és tényleg olyan célra megy, hogy biztosan oda kerül, ahol jó helyen van, nem pedig majd így valahol eltűnik az éterben, és vagy segítünk, vagy nem. A bevételt a Magyar Afrika Társaság viszi majd el a rászorulók részére. A művészek azt ígérik, hogy a következő hónapokban is rendeznek még hasonló karitatív hastáncgálát azért, hogy segíthessenek a rászoruló afrikai gyerekeken. Csak nem 500 művész és táncos lépett fel a budapesti székhelyű etióp étteremben, a Lali Bellában. A Lali Bella etióp étteremben vagyunk. Balogh Cecília 16. alkalommal tart egy jótékonysági gálát havi rendszerességgel a bamakói fogyatékos gyerekek megsegítésére. Az esten általában hastáncosok lépnek fel, de most már énekesek, gyerekhastáncosok is szerepelnek. A szereplők köre folyamatosan bővül, és az érdeklődők száma is. Én azt hiszem, hogy most 100 körül van a nézők száma. Még ilyen sok soha nem volt. Bővül a fellépők száma is, és az érdeklődők is egyre többen vannak. A táncosok arról beszéltek stábunknak, hogy szívesen jönnek fellépni egy-egy jótékonysági gálán. Tőlem egy utcai sábit láthattatok, ami az araboknál egy utcai hastáncnak felel meg. Ez mindig egy nagyon vidám számot takar, és az onnan ered, hogy az arabok jellemzően sokkal lazábbak, és nem csak a táncos nők állnak föl a kedvenc számukra csak úgy táncikálni, hanem az utca népe, aki mondjuk soha nem tanult táncolni, ő is sokkal lazábban áll föl, míg hogyha nálunk megszólal a magyar népzene, szerintem aki nem magyar néptáncos, az annyira nem mer kicsit gátlásosabb így felállni.
táncolni, az araboknál ez teljesen máshogy van. Ebből az utcai sábiból is ez egy modernebb verzió volt, azért van rajtam farmer, és azért van rajtam teljesen utcai ruha. Mi rendszeresen eljárunk ide a Balogh Cecília által szervezett rendezvényekre, és rendszeresen fellépünk. Egyrészt azért, mert jótékonykodni jó, de ez így elcsépelten hangzik. Itt azért jó lenni, mert tudjuk, hogy a Cili tényleg olyanoknak adja, és tényleg olyan célra megy, hogy biztosan oda kerül, ahol jó helyen van, nem pedig majd így valahol eltűnik az éterben, és vagy segítünk, vagy nem. A bevételt a Magyar Afrika Társaság viszi majd el a rászorulók részére. A művészek azt ígérik, hogy a következő hónapokban is rendeznek még hasonló karitatív hastáncgálát azért, hogy segíthessenek a rászoruló afrikai gyerekeken. A Borsodi Sörgyár Kft. 44 éve a hazai sörgyártás meghatározó szereplője és Borsodabói Zemplén megye egyik legnagyobb munkaadója. A vállalat idén úgy döntött, hogy történetét, legszebb emlékeit megosztja a nagyközönséggel is, és létrehoz egy olyan kiállítást, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a sörfűzés rejtelmeibe és a borsodi történetébe. A Borsodi Sörgyár Kft. 1973-ban kezdte meg működését Bőcsön. Az innovációkban trendet diktáló sörgyár nevéhez fűződik az első alkoholmentes, az első fémdobozos sör, illetve az első ízesített sör megjelenése a legnagyobb mennyiségben fogyasztott nedűk között van a hazai piacon. A borsodi töretlen népszerűségnek örvend évek óta hazánk egyik legnagyobb mennyiségben értékesített söre. Borsodabói Zemplén megye egyik legnagyobb munkaadója úgy döntött, hogy történetét, legszebb emlékeit megosztja a nagy közönséggel is, és létrehoz egy olyan kiállítást, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a sörfőzés rejtelmeibe és a cég történetébe. Vuleta Zsolt, a vállalat ügyvezetője, a gyár fontosabb mérföldköveit elevenítette fel, azokat a fejlesztéseket, amelyekben első volt a borsodi sörgyár. A látogatóközpontban látható kiállítás a sörgyár 44 éves történelmét mutatja be. Egyre többen érdeklődtek a sörgyár iránt, egyre többen jöttek hozzánk, szeretek volna egy kicsit betekinteni a kulisszák mögé, szeretek volna minket jobban megismerni, és mikor ez gyakorlatilag érzékeltük ezt az igényt, akkor úgy gondoltuk, hogy fontos lenne, hogy ennek megfelelő kereteket biztosítsunk, és ezért hoztuk létre ezt a kiállító központot. Hogyha bejön valaki, akkor egyben az épületet tartó oszlopokat látja, amit régi plakátokkal, újságcikkekkel, egyéb kiadványokkal borítottunk. Itt nagyon érdekesen elböngészhet bárki, mert biztos vagyok benne, hogy érdekes emlékeket találhat a korábbi évekből. És utána, hogyha elindul körbe a teremben, akkor többféle dolgot láthat. Van egy történelmi falunk, ahol az alapítástól napjainkig a fontosabb mérföldkövekkel kiemelve láthatja a sörgyárnak a történetet a látogató. Ugyanezen a falon láthatja azokat az innovációkat, amiben a borsodi sörgyár első volt a magyar piacon, és amire nagyon büszkék vagyunk. Betekintést nyerhet a sörgyártás folyamatába. A cég kezdetben két márkát tartalmazó portfóliója folyamatosan bővült, és az innovatív sörgyár több tulajdonságot is elsőként vezetett be a hazai piacra. 1987-ben Magyarországon elsőként a borsodi dobta piacra az újdonságnak számító alkoholmentes sört, majd az első kek hordó fémdobozos sör is a borsodi nevéhez fűződött. A visszajelzések alapján a borsodi sör Magyarországon az egyik legkedveltebb sör. Ezt láthatjuk abból is, hogy milyen mennyiséget értékesítünk a fogyasztóknak az egyes kereskedelmi egységben, másrészt pedig folyamatosan mérjük a fogyasztói visszajelzéseket. Arany József, sörfőzőmester beszélt az 1972. novemberi első főzésről, az 1973-as forgalmazás elindulásáról, illetve arról a kapacitás hiányról, amely életre hívta a bőcsi vállalatot. Minden sörgyárnak volt egy vezérterméke a 70-es években, és ezek az akkori világos sörök voltak. Hát a borsodit akkor borsodi világosként ismerte meg a fogyasztóközönség, Az egy 10,5 balingos sör volt, ez minimálisat változott az idők folyamán, a 4,6% alkoholból 4,5 lett, tehát de sokkal lightosabb, sokkal inkább a kornak megfelelő italá vált a borsodi. A borsodi látogató központot ünnepélyes keretek között adta át a nagy közönségnek Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár Kft. Ügyvezetője, Bognár Gyula, a Borsodi Sörgyár egyik korábbi vezérigazgatója, és Arany József, aki sörfőzőmester.
A borsodi látogatóközpontot az egykori főzőházban alakították ki, ahol még minden tartály, berendezés a helyén van, önmagában is egyedi látnivalót kínálva. Emellett a falon láthatjuk a sörgyár történetét, bepillantást nyerhetünk a gyártás technológiába, történelmi áttekintést láthatunk fotókon, de a gyár társadalmi felelősségvállalása is megjelenik. Egy hónapos programsorozattal állít emléket Szirma Besenyő Szinyei Merse Pál festőnek. A Szinyei Majálist Huszti Gábor a település polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a nagyközség vezetősége nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a helyi közösséget formálja. A program célja az, hogy a helyi fiatalok kötődjenek a szülőföldjükhöz, és minél többen megismerjék a település értékeit. Szinyei Merse Pál egyik leghíresebb festménye a Majális. A gyönyörű napsugaras idő, a gondtalan fiatalság és a neves festőművész Szirma Besenyőhöz kötődő több száz szála adta magát, hogy megrendezzék a Szinyei Majálista településen május 1-én. Az előző években juniálisokat rendeztek a nagyközségben, ez alkalommal azonban előbbre hozták a közösségépítő rendezvényt. Az esemény Szinyei Merse Pál Majális című festménye ihlette, ugyanis a híres művész a helyi kastély udvarán vitte vászonra a művét. Az ünnepség első napján, május 2-án a Szirmai kastély előtt gyülekeztek a diákok tanáraikkal együtt. A Szinyei Majálist Huszti Gábor a település polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a nagyközség vezetősége nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a helyi közösséget formálja. A rendezvénysorozat a Nyitni Kék című rajzversennyel kezdődött. A megmérettetésre 12 iskolából 43-an jelentkeztek, akik Szinyei után szabadon a neves festő műveit újra gondolva alkották meg a pipacsos mezőt, vagy éppen a léghajót többek között zsírkrétával és vízfestékkel. Mit tudsz Szinyeiről? Annyit tudok, hogy erről az iskoláról nevezték el, illetve hogy rengeteg festményei van. Például a Majális, a pipacsos mező, a léghajó és a többi. Mi a feladatod itt a versenyen? Nekem a pipacsos mezőt kell lefestenem. A programsorozat keretében a Szirma Besenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában ünnepi műsort rendeztek május 4-én. Huszti Gábor a település polgármesterek köszöntőjében arról szólt, hogy az intézmény életében egy jelentős évfordulóhoz érkeztek, ugyanis 20 évvel ezelőtt döntöttek úgy az elődeink, hogy Szinyei Merse Pálról nevezik el az általános iskolát. Az ország egyik legnagyobb festője sok szép évet töltött Szirma Besenyőn. Az ottani környezet nagy hatással volt rá, Vásznain élményeit meg is örökítette. A diákok ebből az alkalomból színvonalas zenés, verses, táncos előadást mutattak be a híres művész életéről és munkásságáról. A műsort követően Györfi Lászlóné igazgató fejezte ki büszkeségét, hogy ehhez az iskolához tartozik. A mai világban sokszor az érzelmeinket, a hovatartozásunkat valamilyen jelképpel próbáljuk hangsúlyozni. Azt, hogy ők ehhez az oktatási intézményhez tartoznak, szerették volna egy tárgyal is kifejezni. Egy nyakkendővel, ami képviseli a legnagyobb kincset, az egységet, a családot. Ma jelentősége van annak, hogy külsőleg is mutassuk meg a belső érzéseinket, a hovatartozást jelképezi ez a nyakkendő. Egyrészt jelzi a kintiek számára, hogy mi egy nagy csoporthoz tartozunk a közösségben, és a bentiek számára pedig, hogy jó ebben a közösségben lenni. A polgármester és a pedagógusok a gyerekek nyakába akasztották a bordószínű Szinyei nevet viselő közös jelképüket. A rendezvény a gyerekek rajzkiállításának megnyitójával zárult a Szirmai kastélyban. A fiatal tehetségek sajátos módon közvetítették érzelmüket, amelyek Szinyei Merse Pál festményei ihlettek.
A Színyei Majális elnevezésű program célja az, hogy a helyi fiatalok kötődjenek a szülőföldjükhöz, Szirma Besenyőhöz, és szeretnék, hogy minél többen megismerjék a település értékeit. A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumban május 6-án 5 nappali tagozatos osztályintett búcsút a középiskolás éveknek. 115 négy osztályos és 26 hat osztályos diák ballagási dalokat énekelve, tarisznyával a vállukon az osztályfőnök vezetésével járták be az iskola folyosóit. A ballagás ünnepi pillanatait megelőző percekben az intézmény aulájában elhelyezett kivetítőn a végzősök fotói mellett az általuk elért nemzetközi, országos és megyei helyezéseket, a megszerzett nyelvvizsgákat, a tanulmányi és sportsikereket ismertették az ünnepségen résztvevő szülőknek, rokonoknak, hozzátartozóknak. A himnusz közös éneklése után Pelbárt Enikő szavalta el Szabolcs Erzsébet Forrás legyél című versét. Ezután Vitelki Luca és Kovács Kristóf a Quimby ismert slágerét, a Most múlik pontosan című dalt adták elő. A búcsúztató osztály nevében Gál Réka köszönt el a maturálóktól. Az ifjú szónok szerint az iskolát a 12-esek tették ilyen különlegessé. Még ti se tudjátok a válaszokat valószínűleg, és most jöjjenek a jó öreg közhelyek. Tudniillik, nem a közhelyek unalmasak, hanem az unalom közhelyes. Ahogy itt van előttem a közönség, úgy előttetek az élet. Ahogy megtanultok itt egy csomó, most még triviálisnak tűnő sületlenséget, amit ki tudja mikor, lehet egy életeteket meghatározó pillanatban fogtok felhasználni. Legfeljebb a maradj talfomban. Ahogy hiába tudjátok, hogy mikor volt a Muhi csata, na mikor is, azonban tengernyi szituáció megélésére senki sem készített fel. Ahogy vár az élet kapuja, továbbtanulás, munka, ház, házasság, gyerekek, számlák, vagyis számlák reméljük azért mégsem, és vajon boldogok leszünk? A búcsúzó gondolatok után Bliszkó Zsófia és Zakar Adrián lépett a mikrofonhoz, akik a Pokolgép zenekar Hol van a szó című dalával készültek hozzátartozóiknak. Egy szebb holnapot, melyet szebbnek láthatok. Szeretném, ha másképp élhetnénk, egymásra nyíltan. A dal után Gulyás Gitta idézett fel néhány gondolatot Szent István király intelmeiből, majd Erdei Helga, Kovács Kristóf, Zakar Adrián és Gál Eszter adta elő sajátos módon Rúzsa Magdi Jel című dalát. Fekszünk itt hátul, altat a szél, ne siess kedves, van előttünk még, menni, 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 míg csak útra találsz. Hagyni, 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 hogy csak vigyen a vágy. Élni, 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 úgy, hogy semmit se bánj. Szemedben a jel, látod, amit kell. Szemedben a jel. Ezt követően Toplenszki Zalán a ballagók nevében intett búcsút az iskolának, tanároknak és a diáktársaknak. A végzős emlékeztette társait a közös élményekre, osztálykirándulásokra, a bocskai napokra, a kampányfilm készítés vitatkozásokkal teli időszakára is. Számomra az első igazi közös élményt a gólyatábor jelentette. Itt már együtt küzdöttünk egy adott cél elérése érdekében. És ez a szellemiség nem változott. Csak időközben felnőttünk. És nem mint a legkisebbek, hanem
a legnagyobbak állunk itt a tisztelt hallgatóság előtt. Iskolánk büszkeségei, akikre jó visszagondolni. Naphosszat sorolhatnám azt a megannyi élményt, ami a Bocskaihoz köt minket. 9. a gólyabálon együtt szórakozhattunk, majd következett a bemutatkozó tánc, 10. büfét szerveztünk, 11. pedig következett a kampány időszaka, 12. a szalagtűzés, ami jelezte a külvilág felé 4 éves, illetve 6 éves munkánkat. A maturáló beszéde után a zászlók átadása, átvétele következett, majd a diákok felkötötték a lobogókra az idézeteket tartalmazó szalagokat. Ezt követően az igazgató búcsúzott el a ballagó tanulóktól. Gál András szólt arról, hogy a 12-esek életük ünnepélyes pillanatához érkeztek, ettől kezdve felelősek lesznek azért, ami történik velük. A középiskolás évek legmeghittebb órája érkezett most el. A csengőszóma azt jelzi, hogy a 6 év folyamos képzésben 26, a 4 év folyamos képzésben 115 diákunk számára lezárul egy életszakasz. Kedves végzőseink! Ma utoljára szól nektek a csengőszó a Bocska István Katolikus Gimnáziumban. Itt és most ti vagytok az ünnepeltek. Hétfőn már arról kell számot adnotok, hogy hogyan töltöttétek a középiskolás éveiteket, hogy megszereztétek-e mindazt a tudást, amire a jövőben szükségetek lesz. Hisszük, hogy mindannyian elérjétek majd a kitűzött célt, és sikeres érettségi vizsgát tesztek. A fenntartó EGRI főegyházmegye képviseletében Kocsis Sándor plébános köszönt el a ballagóktól. A végzősök a közös ének után a sportpályára vonultak az igazgató vezetésével. A Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltató szakképző iskolájában május 5-én a hagyományoknak megfelelően 5 osztály végzős tanulói intettek búcsút az oktatási intézménynek és tanáraiknak. A ballagás az az ünnep, amely lezárja a tanulók életének egy lényeges szakaszát és egy új világot tár eléjük. A hagyományoknak megfelelően a diákok ballagási dalokat énekelve intézményvezetőjük és osztályfőnökeik vezetésével vonultak a Hunyadi iskola épületéhez. A szépen feldíszített épület lépcsőjén felsorakozott végzősöket elsőként az intézményben maradó, alsó évfolyamos diákok szép gondolatokból álló verscsokorral köszöntötték, amelyek előbbre mutatnak a későbbi életükre. Az iskolai zászló ünnepélyes átadása után a végzősök felkötötték emlékszalagjukat a lobogóra, majd végső Amarilla a ballaguk nevében intett búcsút az iskolának, tanároknak és a diáktársaknak. A tanuló hangsúlyozta, hogy nem tudtak 4 éven keresztül felkészülni arra, hogy búcsút kell intenniük az alma máternek. Az alkalmi szónok köszönetet mondott a szülőknek, akik áldozatos munkájukkal segítették tanulmányaikat és terelgették őket a helyes úton. Az is elhangzott, hogy az osztályfőnökök nem csak a tanulásban támogatták őket, hanem problémájuk megoldásában is mindig számíthattak rájuk. Kovács Julianna igazgató ünnepi beszédében visszaemlékezett a 12. évfolyamosok szakmai és tanulmányi versenyeken elért eredményeire, közösségi tevékenységeikre. Az intézmény igazgatója köszönetet mondott az ünneplőbe öltözött tanulóknak a sok élményért, valamint a szakmai kihívásokért és lehetőségekért. Az érettségén szakmai vizsgákon tanulóik számot adnak képességeikről és az eddigi évek során megszerzett tudásukról, azonban nem ezektől a megmérettetésektől válnak felnőtté. Ahhoz erő, bátorság, bizalom kell, amelyhez az iskola jó alapokat adhat. Kovács Julianna reményét fejezte ki, hogy felkészítették a diákokat a kihívásokra, amire a felnőtt korukban szükségük lehet. Az ünnepi gondolatok után Koncz Ferenc Szerencs polgármestere adta át a Kis Attila Alapítvány díját Cinke Bence, Huszin Ádám villanyszerelő, Béres Judit női Szabó tanulóknak a szakma kiváló tanulója versenyen elért eredményükért. A ballagás végén könyvjutalomban részesültek azok, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak a tanulmányi és közösségi munka területén. A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltató szakképző iskolában május 8-án reggel 8 órakor magyar nyelv és irodalommal kezdődött meg az idei tanév érettségi időszaka. A hét első napjai a végzősöknek nagy izgalommal teltek, akik a 4, illetve a 6 év alatt megszerzett tudásuk alapján birkóztak meg a középszintű feladatokkal.
A Szerencsi Bocska István katolikus gimnáziumban hétfőn reggel 8 órakor összesen 141-en ültek be az iskolapadba, hogy teljesítsék a magyar középszintű érettségi vizsga követelményeit. Idén a középszintű írásbeli megváltozott a szövegalkotási feladatlap szerkezete. A gyakorlati írásbeliség átkerült emelt szintről középszintre, és köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel áll párban. Módosulások vannak az értékelésben is, ezek a kerettanterv által elvárt követelményeket arányosan tükrözik. A helyesírás értékelése is megváltozott, a jó helyesírást jutalmazzák, ahelyett, hogy hibapontokkal csökkentenék az eredményt. A vizsgázóknak 4 óra állt rendelkezésére a két részből álló feladatlap megoldására. A hétfői tudáspróba első részében egy Petőfi kötettel kapcsolatos interjút kellett értelmezniük a maturálóknak, majd egy humorról szóló érveléssel és egy motivációs levéllel kellett megbirkózniuk az írásbelin. A második részben Kosztolányi Dezső novellát, József Attila és Radnóti Miklós költeményt kaptak a tanulók. Tempós volt az év, ugyanis a közkedvelt érvelési fogalmazás kikerült most a műelemzések, illetve a harmadik típusú feladatsorok közül, úgyhogy így most bekerült a szövegértés mellé, ami így 60 percről 90 perc lett, és ide került át a feladat, és bizony, mint a régi hagyományos érettségikben maradt a műelemzés. Ez két szinten valósult meg a novellaelemzésben, erre készültünk, nagyon örültünk is, Kosztolányi Boldogság című novelláját kellett elemezni, ez jól sikerült a gyerekeknek, a másik pedig az összehasonlító elemzésben József Attila és Radnóti egy-egy művét kellett összehasonlítani a hazaszeretet szemszögéből. Ezt is ügyesen megoldották szerintem a gyerekek, hiszen két ismert műről volt szó. A végzős tanulók ünnepi viseletben izgatottan ültek a padokban, és írták meg életük egyik legmeghatározóbb vizsgáját. Az intézményben eltöltött évek során a végzősök felkészültek a továbbtanulásuk szempontjából is nagy jelentőségű vizsgára, ami a maturálók teljesítményében is visszatükröződik. Az első részben volt egy szövegértési feladat, ami elég nehéz volt, és a legfőbb probléma az volt vele, hogy időben, tehát nem volt elég időnk rá. Utána következett még szintén az első részben egy választható feladat, lehetett választani egy gyakorlati szövegtípus között, illetve egy érvelés között. A gyakorlati szövegtípus egy motivációs levél volt, az érvelésnél pedig arról kellett érvelni, hogy a humor a rivalizálás eszköze-e egy baráti társaságban. Én az érvelést választottam, a szövegértésért 40 pontot lehet kapni, a érvelésért pedig 10 pontot. Ezután következett a második rész, ahol 50 pontot lehet szerezni, ez egy műelemzési feladat. Itt szintén választhattam, vagy egy műértelmezésre, ez volt egy novellelemzés, vagy pedig két mű összehasonlítása, ez két líra volt, egy József Attila és egy Radnóti vers. Alapvetően műszaki irányba szeretnék tovább menni, úgyhogy a magyar nem a fő tantárgy. Jelentkezésemet az Óbudai Egyetem villamosmérnöki karára adtam be. A matematika írásbeli érettségi első részében a végzősök 12 feladatot kaptak. A fontos témák mind előkerültek a vizsgán, közöttük a síkgeometria, a sorozat, a statisztika, az egyenlet, a függvények és a koordináta geometria. A matek hosszabb feladatainak többsége valószínűleg nem okozott problémát a vizsgázóknak, de a választható példák között volt nehezebb feladat is. Idei éven kettőzött figyelemmel vártam a matek érettségit, egyrészt mint végzős osztályfőnök, másrészt pedig az éven vizsgázott az új NAT-hoz igazított érettségi keret tanterv is. Talán matematika tantárgyból volt a legkisebb változás, formai részben szinte egyáltalán nem változott. Annyi apróság volt, ami belekerült, hogy a nagyobb feladatokat is több apró részre bontsák. Ez meg is valósult talán egy 13-tól 15-ös feladatig, de a többiben szinte az eddigiekhez hasonló feladatsort kaptunk. Meglepő az első tapasztalatok alapján talán kevesebb potya feladat került bele, úgyhogy többen aggódnak az elégséges osztályzataik miatt, de az 5-ös osztályzatot elérni viszont, aki normálisan készült, úgy gondolom, hogy az előző 1-2 évhez képest talán egy kicsivel könnyebb volt.
kicsit kevesebb valószínűségszámítás, de maga a gondolati módszer, gondolkodási módszereket használó egységből nem került bele kevesebb. Statisztikai feladatot is ugyanúgy megtaláltunk, mint a halmaz elméleti gondolkodást igénylőt is. Kombinatórikai feladatot egy picivel, ahogy mondtam, kevesebb valószínűségszámítással. Koordinátageometria témakörből volt egy nagy feladat, ami sablonokat használ, talán nagyon egyszerű kérdéseket tettek fel, de ez tapasztalatok alapján távol van a diákoktól, főleg akik 2-es-3-asért szállnak harcba, úgyhogy tartok tőle, hogy ők ezt kevesebb sikerrel fogják megoldani, viszont aki a jelesért indult, annak szerintem az egy könnyű feladatnak számított 17 pontért. A magyar után matematikából adtak számot tudásukról a tanulók. Az egyik végző szemszögéből a matematika és fizika tantárgyak a leginkább meghatározóak a távolabbi jövőre nézve. Én úgy gondolom, hogy az első részre pontosan úgy készültünk, ahogy kellett. Ugyanezt vártuk, ugyanezeket a típus feladatokat. Én úgy gondolom, hogy nekem az első rész az elég jól sikerült. 2-3 bosszantó hibám lesz, de azon kívül semmi érdekes. A második rész viszont már annál nehezebb volt számomra. Nem biztos, hogy mindenkinek. Ott már jóval kifejtősebb feladatok voltak. Azokat is gyakoroltuk, csak ott ugye nincs meg ez a típus feladat, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor ez a formalitás, és mindig ugyanúgy van, hanem itt már azért gondolkozni is kell, úgyhogy hát ott már lesznek hibák. De azért bízok egy jó eredménybe. Én reménykedek egy erős 4-es, gyenge 5-ösbe, de 4-esnél semmiképpen nem szeretnék rosszabbat. De szerintem ilyen 70-80% között lesz. Nekem elég fontos a matek igazából, a másik nagyon fontos meg az informatika, az emelt szinten fogom, az jövő héten lesz. Az Óbudai Egyetem Neumann János mérnök informatikai karra jelentkeztem, és ott a két fő tárgya, a matek meg az informatika, szóval elég sok pontot ér mind a kettő. Történelemből a diákoknak 180 perc alatt kellett két feladatsort megoldaniuk. Az idei érettségi első, rövid válaszokat igénylő feladatsorában Julius Cézár és Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatos kérdésekkel birkóztak meg a vizsgázók. A második részben az ókori görög hitvilágról, a tatárjárásról és a második világháborúról kaptak esszét a diákok. A változások lényege az volt, hogy diákbarát. Ugyanis korábban 8 feladat közül kellett 3-at választani, most pedig 4-ből 2-t. Látszólag ugye szűkült a merítési lehetőség, de remélhetőleg a későbbiek során is így lesz. Nagyon hálás témák voltak a 4 feladat, amiből választani kellett a diáknak. Talán a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy melyiket választjuk ki ezek közül a 4 jó közül, hiszen az ókori görög hitvilágot kellett bemutatniuk, amiről irodalomórán is részletesen tanultak, történelemből is, tehát ez nem okozhatott problémát. A másik egy örök klasszikus, a tatárjárás. Itt is megint talán csak a terjedelmi korlátok okozhattak gondot, hogy egy oldalba hogy sűrítsék bele azt a rengeteg tudnivalót, ami itt felhozhattak volna. A harmadik téma, a második világháború kirobbanása, ettől is nehezen tudunk jobbat elképzelni, ez olyan, mint irodalomból a Petőfi témakör, illetve talán egy picit nehezebbnek tűnő a dualizmuskori gazdaságból a nehézipar, de tétel szinten ezt is körüljártuk, tehát szóbeli tételünk is a téma, tehát ez sem okozhatott problémát. 12 úgynevezett egyszerű, rövid választ igénylő feladat van, ami végigkíséri a történelmet az ókortól napjainkig. Rajzos feladatok, forrásra elemzések, korabeli dokumentumoknak a átbogarászása volt a feladat a gyerekek számára. A maturálók történelemből idén új komplex feladatokkal kellett megbirkózniuk, amelyek közül az esszéírás jelentette a legösszetettebb részt. Az érettségűzőknek a biztos továbbtanuláshoz jól kellett teljesíteniük ezt a kihívást is. Úgy gondolom, hogy az első résznél voltak olyan feladatok, ahol könnyen el lehetett pontokat veszteni. Ez amiatt volt, mert sok ilyen bekarikázós feladatrész volt. Ugyanakkor a második résznél ott az esszé írás volt. Ott olyan témaköröket adtak, amik közkedvelt témákhoz tartoznak, úgyhogy azt könnyebben meg lehetett oldani. Középkor városról kérdések volt a berlini falról, a sztálinizmusról, illetve Julius Cézárról. A másik részben pedig olyan témák szerepeltek, amik benne vannak a tétel sorainkban, úgyhogy aki arra felkészült, annak nem okozott
nehézséget. Én a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karára szeretnék tovább menni tanulni, azon belül is a kereskedelmi és marketing szakra. Ott nézik a történelmet, az angolt és a matekot, és ezek közül a kettő legjobban sikerültet. Csütörtökön angol, majd pénteken német nyelvből mérkőztek meg a középiskolások. A Szerencsi Szakképző Iskolában május 8-án a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségén a végzősök számot adtak a 4 esztendő alatt megszerzett tudásukról. Kedden a matematika feladatlap megoldása tette próbára a szakképző iskola végzős tanulóit, majd másnap a történelem írásbeli érettségi változatos feladatokat tartalmazott, így azok is könnyen teljesíthették, akiknek nem volt 4 évig kedvence a tantárgy. Az írásbeli vizsgát követően június közepétől középszintű szóbeli vizsgákra készülnek a végzős diákok a Bocska István Katolikus Gimnáziumban és a Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki szolgáltató szakképzőiskolában is. Répási Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke évente egy alkalommal tájékoztatja az Országos Bírósági Hivatal elnökét, valamint az értekezleten résztvevő bírókat és a bíróság dolgozóit az elmúlt év eredményeiről. Így történt ez május 4-én is, amikor összbírói értekezletet tartottak Miskolcon a bíróság munkatársainak. A Miskolci Törvényszéken megrendezett összbírói értekezlet sajtótájékoztató résztvevői Gyurán Ildikó sajtószóvivő köszöntötte, majd Répási Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke számolt be a 2016-os esztendőben elvégzett munkáról. A tájékoztatóban elhangzott, hogy az országos átlaghoz viszonyítva is kimagasló volt a törvényszék és járásbíróságai ügyérkezése. A törvényszék elnöke szólt arról, hogy idén az ügyérkezés egyenletes volt, azonban a hatékony ítélkezés tevékenységet mutatja, hogy a befejezések száma évek óta meghaladta az érkezett ügyek számát. A törvényszék vezetése arra törekszik, hogy a bíróság dolgozói ne csak az igazságszolgáltatás tevékenységében, hanem az igazgatási vagy egyéb feladatok ellátásában is minél többen vegyenek részt. Így egyre több bíró és alkalmazott vállalt szerepet a helyi munkacsoportok munkájában, a tanúgondozásban, a mediációban, vagy éppen a nyitott bíróság programban. A törvényszék elkötelezett a mediáció területén, figyel a tanúgondozásra, a nyitott bíróságok program részeként pedig igyekeznek megismertetni a fiatalokkal, a diákokkal az igazságszolgáltatás munkáját, illetve az alapvető jogi fogalmakat. A Miskolci Törvényszék elnöke szerint a 2016-os esztendő tartalmas, mozgalmas feladatokkal és többféle sikerekkel teli időszak volt, amely a bíráknak és az összes dolgozónak köszönhető. Az ítélkezésbeli legfontosabb mutató az volt 2016-ban, hogy az érkezett ügyek számát meghaladó számban fejeztük be az ügyeket. Ez azért nagyon lényeges, mert így a hátrálék nemhogy nem nőtt, hanem csökkent. Ami megint csak azért nagyon fontos, mert a hátrálék, a bírósági ügyforgalmi hátrálék az a meleg ágya az időszerűtlen ítélkezésnek. Éppen ezért nem véletlen az, hogy mivel a befejezéseink lényegesen meghaladták az érkezett ügyeink számát, ezért az időszerűségünk is jelentősen javult. A törvényszékünk életének meghatározó eleme volt a Szolgáltatóbíróságért programja az Országos Bírósági Hivatal elnökének, ahol mi az igencsak büszkeségre okot adó második helyezést értük el. Ott több mint 44%-kal csökkentettük ezeket a bizonyos régi ügyeket, a 2 éven túli ügyeinket. Én azt gondolom, hogy ezúton is megragadom az alkalmat, és megköszönöm a bíró kollégáimnak azt az elkötelezettséget, és azt a kiváló munkát, amit végeztek ennek az eredménynek az elérése érdekében. Majd pedig ezt követően a másik meghatározó tényezőnk volt a fenntartható fejlődés programja az Országos Bírósági Hivatal elnökének, ott pedig ugyancsak büszkeségre okot adó módon az 5. helyezést érte el a Miskolci Törvényszék. A sajtótájékoztatón Balla Lajos, a debreceni ítélőtábla elnöke elismerően szólt a Miskolci Törvényszéken dolgozó kollégái teljesítményéről, akiknek a szakmai tevékenysége befolyásolja az ítélőtáblának a működését is. Balla Lajos az ítélkezést időszerűnek és jó színvonalúnak nevezte a polgári és büntető ügyszakban egyaránt. Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy más
másodfokon az ítélőtábla magas arányban helyben hagyja a Miskolcon hozott elsőfokú ítéletet. Az évértékelőn részt vett Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, aki felhívta a bírák figyelmét arra, hogy bár sok erőfeszítés szükséges az eredmények eléréséhez, azok megtartásához vagy éppen a további fejlődéshez, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a befektetett munka mindig megtérül. A bíróságok meg a bírók munkáját is lehet értékelni és mérni, természetesen minket, már a magyar bírósági rendszert is mérlegre teszi az Európai Bizottság egy igazságügyi eredménytáblán, magyar bírósági szervezet időszerűségben, mennyiségi, minőségi munkában Európa első harmadában van, de ehhez az kell, hogy a bírók akár a Kazincbarcikai járásbíróságon, akár a Miskolci törvényszéken magán valóban lelkiismeretesen elhivatottan végezzék a munkájukat. 42%-kal csökkent 2015-ről 2016-ra a két éven túl tartó pereknek a száma. Ez egy óriási előrelépés. A járásbírósági büntetőügyeknek a 73%-a első fokon jogerős, a civilisztikai ügyekben pedig itt a családjogi, bérlet, haszonbérlet, fogyasztóvédelmi ügyekre kell gondolni, ott meg 93%-os az első fokon jogerőre emelkedett döntéseknek a száma. De hogy ez lehetséges legyen, ez kell, hogy a bírók mellett ott legyenek a jegyzőkönyvvezetők, az irodai dolgozók, az informatikusok jelen legyenek, hogy a számítógépeken elérjék a legújabb jogszabályokat, hogy képzéseket kapjanak. A Miskolci törvényszék kiemelt céljának tekintette tavaly is, hogy a bírósághoz való hozzáférést egyszerűbbé tegyék, ezáltal az állampolgárok ügyeiket gyorsan, hatékonyan és eredményesen intézhessék. Így Miskolcon arra törekedtek, hogy a bíróság nyitottabbá váljon mindenkinek, és a jogkereső polgárok is nagyobb bizalommal forduljanak az igazságszolgáltatás felé. A Szerencsi Hegyalja pedagógus kórus vendégeként Magyarországon szereplő Szardíniából érkező Coro Santo Mauro kórus adott koncertet május 6-án Tarcalon a Hatputtonyos Borfaluban. A Szerencsi és a Szardíniai Énekkar 20 éves baráti kapcsolatot ápol egymással, a dalos formációk többször vendégeskedtek egymásnál. A találkozások középpontjában a kórusok bemutatkozása állt, akik hangversenyen mutatták be az alkalomra készített zenés produkciójukat. A Coro Santo Mauro együttes Sándor Zoltán a Hegyalja pedagógus kórus karnagya mutatta be, akik az olaszországi Szardínia szigetéről érkeztek. Az énekkar nem mindennapi hangzásvilággal varázsolt el a közönséget. Az együttes különleges módon lépett színpadra, egy kört alkotva, hátat fordítva a hallgatóságnak, a jobb akusztika reményében adták elő így az alkalomra készített műsorukat. A hangversenyen részt vett Butta László, a település polgármestere is. A fellépők igazi szárt hangulatot varázsoltak különleges hangzásvilágú dalaikkal a népes hallgatóságnak. Az iskolás évek nem csak a tanulásról szólnak, hanem a szórakozásról és a közös bolondozásról is. Éppen ezért sok helyen hagyomány, hogy nem csak ünneplőben búcsúznak el egymástól és az iskolától a végzősök, hanem egy kötetlenebb, felszabadultabb formában is. Ez pedig a bolondballagás. A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium 12. osztályos tanulói a hagyományokhoz híven idén is megbolondultak, ugyanis május 5-én vicces maskarákba öltözve körbejárták az iskolát, büszkén vállalva, hogy ők már végzősök, készen állnak az érettségire és a tovább lépésre. Ezt követően a kiöltözött, kifestett fiatalok kivonultak a városba, ahol fesztiváli hangulatban sétáltak végig Szerencs utcáin, énekelve, mulatozva.
Volt olyan, aki rendőrnek, nővérkének, a Guns N' Roses gitárosának, Slashnek, angyalnak, kisbobának vagy éppen indiánnak öltözött. A végzős diákok így nem csak a középiskolai diákévektől, hanem a várostól is elbúcsúztak. Kerekasztal beszélgetést szerveztek a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar hallgatói és a Miskolci Törvényszék magas pozíciókban dolgozó szakemberei között május 3-án az Oktatási Intézményben. Az oldott hangulatú interaktív beszélgetés keretében az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese Gyarmati Judit osztotta meg tapasztalatait, aki úgy véli, a Miskolci Egyetemen végzett jogászhallgatók jó esélyekkel indulnak el a jogi pályán. Ahhoz viszont, hogy valaki bíró legyen, hatalmas utat kell megtennie, hiszen végig kell mennie a ranglétrán, de nem lehetetlen. Ezt bizonyította Berépási Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke, aki a saját életútjáról az elnökségig vezető karrierjéről szólt. A hallgatók ámulattal hallgatták végig Répási Árpád élménybeszámolóját, aki a Miskolci Egyetem neves professzorainak köszönheti a szakma iránti szeretetét. A Szerencsi Tudománybarátok körének legújabb vendége Kis Tamás, a Szegedi Tudományegyetem tanára volt május 4-én, aki a fémtartalmú gyógyszerek hatását mutatta be az emberi szervezetre a Bocska István Katolikus Gimnáziumban. Elsőként Jó Pál, nyugalmazott professzor köszöntötte a vendégeket, akit nagy örömmel töltött el a nagy létszámú érdeklődés. Ezt követően Kis Tamás szólalt fel, aki beszédében a fémtartalmú gyógyszerek előnyeire és hátrányaira hívta fel a jelenlévők figyelmét. Az emberi szervezet elengedhetetlen kellékei az ásványi kiegészítők, amelyek létfontosságú elemek. Az előadó szerint a modern gyógyászatban fokozott erőfeszítések történnek olyan új gyógyszerkészítmények kifejlesztésére, valamint kitért arra is, hogy a fémvegyületek gyógyászati alkalmazása olyan széles körben megjelenő népbetegségeket foglalhat magába, mint a cukorbetegség, amely ma több millió embernek teszi mindennapos szükségessé az inzulinszint injekcióval való beállítását. A professzor kifejtette nézeteit a különböző kontraszt anyagok mellékhatásairól is, amelyeknek ugyanúgy lehetnek szövődményei, mint a gyógyszereknek. Használatuk így szigorúan szabályozott, az egyes vizsgálatokhoz használatos kontraszt anyagok így nem csak a radiológusoknak, hanem a vizsgálatot végrehajtó klinikusoknak is ismerni kell. Az előadás végén Jó Pál nyugalmazott professzor egy kis aprósággal köszönte meg az előadó munkásságát, aki meghatódva mondott köszönetet az egybegyűlteknek. Egy embert szállítottak 8 napon túl gyógyuló orcsont és koponya töréssel a mentők kórházba május 10-én akkora délutáni órákban a 37-es számú főúton történt közúti közlekedési baleset helyszínéről. Elsődleges információink szerint a BMW és a Toyota típusú személygépjárművek a Bekecsi békeúti elágazás után Szerencs irányából közlekedtek Miskolc felé, amikor a Toyota sofőrje nem győződött meg arról, hogy a mögötte haladó jármű már megkezdte az előzést, és ő is ebbe a manőverbe kezdett. A vezetői engedéllyel nem rendelkező Toyota vezetője hirtelen irányváltoztatásra kényszerítette a BMW sofőrjét, aki azért, hogy elkerülje az ütközést, balra rántotta a kormányt, lesodródott az útpatkára, majd jobbra tekerte a volánt és az úttesten szabályosan haladó kamionnak ütközött. Ezt követően a személygépkocsi a menetirány szerinti baloldali árokban állt meg. A baleset körülményeit a Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya vizsgálja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda tájékoztatása szerint adáskörzetünkben a jövő hét elején általában gomoly felhős napos időre számíthatunk, kezdetben még elszórtan, majd egyre kevesebb helyen várható csapadék. A hőmérséklet az ilyenkor megszokott körül vagy kevéssel a fölött alakul, így kellemes késő tavaszi idő várható. A következő 10 napban nem lesz komolyabb lehűlés, így várhatóan faggyal már nem kell számolni. Reggelre általában 8 Celsius fokig csökken a hőmérséklet, napközben 22 fokig melegszik a levegő. Szerencsén és térségében fronthatásra nem kell számítani.
Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb május 21-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!